majd a végén. Viszont eljött a játékidő. Eljött a játékidő. Akkor eljött a játékidő. Teríts meg, neked, miután elmondjuk, hogy mit fogunk játszani, neked az lenne a feladatod. Pártedli? Segítek Fuzsinek, mert olyan lovagias kedvem van. Neked azt kéne eldöntened, hogy kivel szeretnél játszani, kivel szeretnéd összemérni a tudásodat. Fruzsi fogja vezetni a játékot, tehát ő sajnos nem tud választani. Akkor a Fruzsival szeretném. Gyenge elvéjű a meghívatani. És hát ugye itt vannak a kellékek, erre vessünk is egy pillantást itt az asztalon. Megvannak a villákig. Amennyiben nem sikerül ugye jó választ adni az éppen aktuális feladványra, abban az esetben egy előre kiválasztott fűszerbe tunkolt banánt. Amit a Fruzsi választ ki? Szeretném? Mibe tunkolok? Nagyon szívesen kiválasztok. Ki választja ki? Én nagyon szívesen kiválasztok. Te választod? Kivéve. Hóhérod lesz. Jó, oké. Okay. Te választod kivéve, hogyha közönségben valaki azt mondja, hogy mindenképpen szeretné megnézni, ahogy Pop Szabi csípős banánt eszik. Akkor be kell vállalni, mert mi jó fejek vagyunk, hogy adunk a tisztalatunkra. És melyik a csípős? Arrébb, és akkor mondja, hogy arrébb menjetek, mert nem az a csípős. Még arrébb, tehát honnan tudja, melyik a csípős? Ez itt a csípős. Na, először is átadnám neked a szót, Rike, hogy mondd el a játékszabályokat. Én meg átadom Fruzsinak, mondja elő, ő vezeti a műsor elve. Oké. Na, 5x3-at fogunk játszani. A játék lényege, hogy mondunk egy kategóriát, és három dolgot kell belőle felsorolni 5 másodpercen belül. Például azt mondom a Mikey-nak, hogy mondjál három állatot. Kutya, macska, ló. Nagyon jó, pont benne. A ló az egy állat? Az állat? Okay. Igen, lehet óvni, csak észre. Tehát az ember jó barát, az ember jó barát, az egy állat? Igen. Igen. Okay. Igen, és akkor te jössz neki, nem kellett tenni, meg azt mondom, hogy mondjál. Mondom, hogy ló. Nem ilyen egyszerű, azt mondom neked, hogy mondjál három szuper nem számot, ami arra végződik. Tessék. Érted, és ilyenkor, ez már játék? Nem, ez csak a példa. Ez volt a test. Arra végződni, gyerekek, mindig is rossz voltam a matekból. Nem háromra kell végződni, hanem arra. Hát az mindig. Viszont egy pillanatra megszakítom ezt az egészet. Kedves közönségünk, igen, közben látjuk, kapjuk a jelzést is, hogy kurkumát kérnek tőled. Kedves közönségünk, a játéknak az érdekessége, hogy ti is mondhattok nekünk témát. Fruzsi szépen előkapja a telefonját, onnan fogja nézni a kommenteket. Mi, most vagy Szabival, nem fogjuk látni a kommenteket, Fruzsi viszont igen. Ha bedobtok egy témát, és szeretnétek, hogy az valamelyikünknek szóljon direkt, akkor írjátok hozzá azt is, hogy melyikünk mondjon rá három példát. Ha nem mondok, akkor a soron következő fogja kapni. Tehát itt be lehet szállni a játékba, hölgyeim és uraim, lehet szivatni. Kit választottál játékostársnak? Még nem történt meg. Most válaszol meg. Kinézed magának. Ja, én hívtam meg, hogy most kipécized magának. Múlt héten is én kajáltam. Na jó, legyen, bevállalom. Oké, okay, szóval velem fog játszani. Várjál, még kell egy stopper. A stopper bizony, azt még be kell dobni, hozzuk az órát, másodperc. Szóval, ha van témátok, írjátok meg, játszatok velünk, szívassátok meg Szabit, engem annyira nem kell, én könnyű kérdéseket várok, ő nehéz kérdéseket vár. Jó, a csípőset egyébként én szeretem. Te szereted a csípőset, Szabi? Nagyon, főleg a végén. Másnap? Ez alap. Legjobb, szuper, jöjjön, tehát akkor jöhetnek a kérdések, jöhetnek a kommentek, jöhetnek a válaszok. Sportszerű játékot. Én akkor sportszerű játékot, igen. Tehát akkor még jó. De jó játékot kívánok. Jó játékot kívánok. Sportszerűen. Kedve a szakállásom? A vendég, én átadom a vendégnek. Válasz valamit, Szabi, ami szimpatikus. Várj, kurkumát kértek, és a kurkuma az itt van, ez a sárga. De most kurkumába megy a játék. De banánt választ. Igen. Jó. Demokrácia. És akkor egy ilyen bátorság próba, hogy mennyire mered belenyomni a kurkumába. Legyen ez az első játék? Nem. Nyugodtan lapogasd meg benne. Kicsit nagyon, meg nem nagyon, meg volt a 3-5 másodperc alatt. Nem bátor. Jó, megvan. Jó. Hát az is rossz lesz. Ez szuper. A gyerek, ez a mars felszíne. Na, jött valami téma Szabinak, vagy nem jött? Mehet. Nem, mehet. Jó, akkor mehet az első általunk felírt téma. Akkor Szabi, mondj három dolgot, amit nem csinálunk egy zenekari próbán. Igazából pörköltöt eszünk, tehát pörköltevés. Lejárt az 5 másodperc. Ja. Ezt akkor én megeszem. Befejezheted a mondatot, miközben eszed. Ez az engedmény. Jó. Gyerekek, ha valakinek nem tűnt volna föl, dadogok. Tehát ez az pontosan, amit a sátor embert gátugrásra kényszeríteni, de teljesen mindegy.
Szóval de befejezted egyébként, mi az a három, amit nem csak pörköltet, estek, ezt már tudjuk. Mit nem szabad nálatok? SNS, SMS, az és elvágni a piros drótot. Az sem szabad. Az sem szabad. Ez a három. Mi volt ez a három? A pörköltelés. Pörköltet nem estek, azt mondtam. SMS és elvágni a piros drótot. Szívesen megeszem még, mert ízlik. Petra, ezek szerint a kurkumás banán Szabinek. Ő az egyébként, hogy az elsőgenek ízlik a kurkumás banán, eddig senki nem szeret, én kimondottan utálom. Szerencsére a banán nagyon intenzív. Igen. Na. Válasz egyetike. Vagy négy kérdés. Lehet a kurkuma is, igen. Mutasd meg, milyen egy bátorság. Van itt azt hiszem, itt fahéjunk van például, azt annyira utálom, hogy inkább a kurkumát. Nem kellett volna megmondanom! Szeretem a fahéjat, kedves nézők, szeretem a fahéjat. Kurkumás banán. Ezt benyaltam. Ez a rutintalanság, látod? Ezt ez orba kell csinálnod 20... a legyen hozzá. Ami marad a szíved. Így? Melye? Nem jön föl. Hát, megoldhassuk. Hopp. Fölment! Tényleg fölment. De a kurkuma nem olyan rossz, mint a só. Na figyelj, Erike. Figyelek. Kész vagy? Teljesen. Mondj három tulajdonos. Bekurkumáztam. Már megy az ötöd. Ennyi volt, kész! Jártunk, lehet? Na, mondj három tulajdonságot, amit nem bírsz elviselni egy nőben. Ha mindent elbírok viselni. Lejjel. De mindent elbírok viselni. Én legalább egyet mondtam, bazd meg. Miért, hogyha ha? Ha gyűlöli a szexet, ha gyűlöl téged... Bokalánc, érted? Ha gyűlöl veled szexet, gyűlöl. Fia, erősebben Zsolti, és nem a te neved van, érted? Érted a hátára írva. Ha nem zsöldi a szexet, nincs gond, mert másról is lehet szexelni. Tehát, hogy ezzel nem fogunk felrakadni, valaki nem zsöldi a szexet. Valaki nem szeret engem, van, aki szeret engem, az sem gőzsebben zavar. Na mindegy. Majdnem elmondtam egy nagyon rossz viccet. Lehetünk. Igen, tovább. Szabi! Nem jött valami Szabinak? Na, végre, szuper! Írjatok még! Ne a mieinkkel foglalkozzatok, azok látjátok, hogy milyenek. Nagyon jó. Teszem hozzá, nem tudom, hogy milyenek, mert nem láztam úgy előre. Tehát Dóra kérdése következik Szabinak címezve. Várj, azt is megérte, hogy milyenből kell lennie? Ezt te kapcsolatban. Ó, fú, bájá! Ez, oké, bájá? Azaz. Lehetünk. Dóra. Kurkum, ez nagyon rossz. Mondj három dolgot, amit egy nővel lehet csinálni a konyhában. Fú, figyelj, dugni, veszekedni és főzni. Egyáltalán nem tudom! Ezt nem ki tudtam mondani! Megeheted, ha szeretnéd, de most nem kell. Szóval mi nem vacakol, ő úgy látszik éhesőt. Szóltunk neki előről, hogy lehet, hogy banánt kell majd ennie. Persze, hogy ez a három dolog. Ez a banánra kérdeztem. Nagyon jó, tökéletes. Csípős banán, jó? Csípős banán, és tökéletes. Figyelj, Elvis ettől lett. A csípős banántól? Pont ettől. A csípős banántól lett az Elvis! Na, én is kaptam valamit? Igen, te azt, hogy fahéj. Fahéj a felső. Fúj! És még egy kérdést is kaptál hozzá. Fúj, de várjál. Ez egy vékony banán. Gyerekek, jól főztök, azt azért mondtam. Tehát jól főztök. Köszönöm. Tudjuk. Miért? Így jó, bevállalós vagyok. Az, fú, de nem, semmi izgalom nincs benne, hogyha nem szívatom meg magam rendesen. Én szeretek élő egyenesbe felsülni. Undorító. Várj, ez is jó. Utálok szogát! Gyerekek! Ilyen sokat kaptam, és mindenkel jött. A villanyvasutaka volt problémád gyermekkorodban? Nem volt. Úgyhogy nem volt vele probléma. A villanyvasutakkal volt probléma egy gyermekkorodban? Így húztál ki a falból! Hát mondják, megszívott a saját izében. Konkrétan neked szól a kérdés, Rike. Szóval ki? Jöhet. Nem akarom tudni, hogy kitől van. Mondj három híres magyar atomfizikus. Na. Papp Szabolcs. Valtner Miklós. És még így sem. Csak segíteni próbáltam. Tehát van az az idő, hogy azt mondja, hogy inkább ne segíts, légy szint. Ó, nagyon jó. Ez jó ez a játék. Jó, nem? Nyugodtan meg. Írjátok ugye, hogy eddig vezet. Igen. Jaj, így. Utálom a fejjel. Kösz. Egy óra, te vezet. Akárki is kérdezte, tudta, hogy nem vagyok jó atomfizikusokból. Van egy kis fahéj lenyalán? Nem, köszönöm. Van másik villa.
Még egyszer, de ez neked íz lenne, jó, de akkor valami, legyél kemény, és mondjuk már csak meg, még, várjál, tegyünk rá egy kis, mi ez? Maszalát. Maszalás csípős. Okay. Beszalás csípős. Na szóval, igen. Szabi, három, mondj három becenevet, ahogy szólítanak. Baszki, Szabölcs és Hey öreg. 4 másodperc alatt megvolt, úgyhogy nem muszáj megjelni. Ki vagyom? Az egy, hogy lesz még kérdés. Oké, ezek szerint kettő van eddig, oda? Jó, ezt lenyúzom. Vajon neki dobni egy filcet, Léci? Van valahol egy filcünk. Dobjatok nekem egy filcet. Vezetni akarod a... Jó, hát mert nem írjátok, mert eldobtam a filcet. Tudom, hogy miattam nem írják, de visszakérdem, hogy tudják írni. Hát akkor én felírom. Eddig én nagyon rosszul, a Szabi biztos, hogy el fog verni, ha ilyen kérésekkel bombáznak engem. Na, közönségkérdést szeretnél, vagy? Hát persze, hát a közönség kérdése a legfontosabb. Hát kit érdekel a saját kérdésünk? A közönség. Csak ti számítotok. Akkor figyelj. Várjál, ebbe, ez mi is? Maszala? Nem, a maszala az nem olyan, ez nem tudom, erre nem emlékszem. Mi ez? Fekete bors. Nagyon meglepi. Nem. Majd mondd meg utána, úgyse fogod tudni rá. Na, nem fogom tudni. Ez majd nem én készítettem el, úgyhogy nem emlékszem a fűszerekre, ezért na, a tudatosság. Jöhet, az a jó, hogyha nem tudom. Jöhet, persze, figyelj. Ne dumálj, meg kell lenni. Szóval, 3 téli olimpiai versenyszámot. Sí, duatlon, mi az a meg az a nagy ugrás, az a távolugrás, síugrás, mi ugrás? Benne volt, tehát elmondtam azt a sportot, az a nagy ugrás. Különböző nevet mondtam arra. Akkor csak elég, hogyha a szemedbe nyomod. Kurcsolja. Nyomd el a szemedbe és megúsztad. Szíveszterű is, hogy nyomd el a szemedbe és megúsztad. Egy pillanatra. De engedik, tehát most kérdez, ezt most még így függőben hagyjuk. Lehet nyugodtan kommentben megírni, hogy elfogadjuk-e. Én a nemre szavazok. Csak úgy mondom. A szuper nemre! Nemre. Nagyon jó. Látjuk az időt. Figyelj! Én megettem rengeteg fahéjat. Rettenetesen a fahéjat, hogy fogadjátok el, Léci. Léci. Nem kell az, nem kell. Ugrálnak az autódon kint a helyen. De akkor is nincs a kocsim szeret. A szembe nyomósat választ. Jó, mert a szemedbe egy körre van időnk. Na, tehát még akkor egy. A kombót javaslom neked még. Igen, még valamiben mártsad meg. Ez újat fogok mártani, mert ki ne találtad meg, és ez nekem nagyon tetszik. Az isteni eszenciát. Jó, ne spóroljál, van még. Mindig azt mondod, hogy túl sok megy pocsékba. Hát ez most nem pocsékba, vagy hanem Szabiba. Nagyon jó. Na. Mondj 3 dolgot, ami már nem menő. A cigizés, a pannónia és a hamburger. Tehát mutatom. De én nyomtam rá később, tehát... Benne volt, igen. Ez benne volt, abszolút. De ez mind a 3 dolog menő. Tehát érted? Tehát mind a 3 dolog menő. Nem, az cigizés nem akkor... menő. A cégézés a legmenőbb dolog a Földön. Fia, Joe Frusciantét bevették a Red Hot Chili Peppers-t, és megkérdezték tőle, és mi a kedvenc kajád? A cigaret. Na bocs, akkor igen. Akkor gyerekek! Igen. Akkor is megeszi. De ilyen egy igazi vendég. Ne aludj, még van feladatod. Nagyon jó. Na hát azt nem tudom, hogy neked a tiédet elfogadták-e, vagy jött sem. Jött rá válasz? Elfogadták? Hát 3 nemet látok. Hallod, én nem mondok rá semmit. Egyrészt a duatlon az futás és bringa. De nem van, nincs ilyen, amikor sielnek és lőnek, az mi? Az 007, James Bond. Van egy nem válasz, egy sima. Jó, oké, ez már ez egész. Mindenki nyugodjon meg, megmutatnám a végeredményt. Vá, ez nagyon rossz! Jaj, ez az ízé, ez az ánizs. Negrosban nem. Az szép. De az a múltkor ízlett, nem? Én nyertem. Most miért nem ízlik? Végre játékban nyertem, gyerekek. Tehát annyi játékban voltam az elmúlt időszakban, és sehol nem nyertem. Nagyon nyertem. Jó, én sportszerűen gratulálok. Köszönöm szépen. Kinél van egy karton? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt.